nagy menet. Az Egyesült Államok határa. Tegyes miért? Az hangos a szervikot. Figyeltem, Dr. Lager, ez nem tudom, díja. A főszerepben John Schneider, Szakácsi Sándor, Paul Rodriguez, Berzsenyi Zoltán, Susan Walters, Hegyi Barbara, Juan Fernández, Jáki Béla és James Victor, Szalai Imre. Te quiere agua? No quiere hablar, eh? Está bien? Hello. Hé, pajtás! Három férfi közeledik. A francba még a kávémat sem ittam meg. Menjünk. Hé, emberek, álljanak meg! Csak semmi izgalom. Kicsit belenézünk a szatyrokba. Hát, ha lesz itt valami érdekes is. Van itt valami érdekes, amigos. Lássuk csak! Ne, ne, te megőrültél! Rendőröket lősz, hagyjon! Ne lőj! Ne! Zene, Joseph Conlon. Sört. Itt van ma egy úgynevezett Jimmy Dusenberry. Más néven hústorony. Ő ismert téged? Nem hiszem. Mit akarsz tőle? Csak beszélgetni. Zsarú vagy? Nem. És ő akar veled beszélgetni? Szerintem igen. Az asztalnál. Jimmy Dusenberry. Beszélhetnénk egy percet? Zsaru vagy? Nem. Mit akarsz? Az óvadék társaságnak dolgozom, Jimmy. Talán tudod, miről van szó. A papíron az áll, hogy nem fizettél be 2500 dollár törlesztést. Betörések, lopott holmik. Jól tudsz mindent. És most mit fogsz csinálni? Be foglak vinni, Jimmy. Hadd lássam ezt világosan. Nem vagy zsaru. És az óvadéknak dolgozol. Így igaz. És be akarsz vinni. Mhm. És mégis mit gondolsz? Hogy fogod ezt megcsinálni, he? Hát így. Gondolod, majd megijedek a kis játékpisztolyodtól? Nem vagy zsaru. Nem hiszem, hogy használni mernéd. Vagy tévedek?
Na, talán van még valami? Én csak a dolgomat végzem, bajtás. Akkor elég nagy hülye lehetsz. Jobb lesz, ha lelécelsz, ha nem akarod, hogy biliárdgolyót csináljak a fejedből. Biliárdgolyót? Én a baseball labdát jobban szerettem. Nézd csak, véletlenül éppen van nálam néhány. Gyerünk, Jimmy! Na, gyere! Na, ki lesz a következő? Itt vagyok! Rendben! Ja! Téged hívnak Kemény Bőrnek. Igen. Te csak hívd Dennisnek. Mindenhol ilyen kemény vagyok. És rendezte Bill Norton. Jó estét, uram. Az étterembe megy, uram? Igen. Nem hagyhatja itt az autóját, uram. Mindjárt itt leszek. Hop. A konyhát keresi? Nem. Egy fickót keresek. Egy fickót? Foglalt már asztalt? Nem. Van fényképem róla. Nem ismeri? Az egyik szakácsunk. Mégis a konyhát keresem. Ugye ön civil ruhás rendőr, ha? Nem. A helyi óvadék irodából jöttem. Értem. Kérem, csak diszkréten. Minden rendben lesz, szigur. José Pérez! José Pérez! Hey, José amigo, nem fizetted ki a számláidat! José Pérez! Mit akarsz? La Combre, egy kicsit túl nagyra nőttél, barátom. Ebben áram van. Nem fog megölni, csak... csak megráz, mint a teheneket a kerítés. Mi az ördög? Ne gyere közelebb, ez egy gázspré, érthető? Elkaptalak. Nézd, a bevándorló hivatal egyből becsukatna. Én csak figyelmeztetni akartalak. Mondd, nézd, nézd! Figyelj! Figyelj! Figyelj, te! Jaj! Ez mit szólsz? Engedjék már a fáját! Inkább mentem volna egyetemre. 40, 60, 81, 20, 40, 60, 82, 20, 40, 60, 83.
20, 40, 60, 80, 1, 20, 40, 60, 80, 2, 20, 40, 60, 80, 300. Kösz. És hogy ment az ügy? A gyerekjáték volt az egész. Jól van. Van egy újabb számodra. Enrique Aguilar a neve. 2 éve 500 000 dolláros óvadékot fizettek rá. 500 000? Mit csinált? Kábítószerügy. Volt az a nagy kokain lefülelés. Őt kapták el egyedül. Aztán az óvadék ellenében megpattant Mexikóba. Azóta Mexikóban volt. De most kaptunk jelentést egy határmenti incidensről. 4 ember halt meg. 2 határőrtiszt és 2 határsértő. Egyikük életben volt, és ő adott személy leírást. Jó oka lehetett, ha visszajött. Egyelőre nem hallottam semmi olyat, ami feltűnt volna. Lehet, hogy új csoportot szervez. De sokan nem akarnak neki dolgozni. Lehet, hogy családja van itt? Esetleg egy barátnő? Nézd, amigo, ez minden, amit tudok. Ezzel nem megyek sokra. Ez igaz, de ha elkapod, felmarkolhatsz 50 rongyot. Nem rossz pénz? Hát nem. Nézzük csak, hát ha találunk itt valamit. Aguilar, mexikói állampolgár. 1969-ben letartóztatták kábítószer csempészet miatt. Nagyszerű. Egy nagy csempész akcióban vett részt. Pontosan melyikben? Pillanat. Az akció központja Tijuana volt. Vezetője jól ismert Vasco Valdez volt. Aguilar biztos valami üzlet miatt jött. Tudunk valamit Valdezről? Mindjárt megtudjuk. Jó reggelt, nyomozó. Marlen vagyok, a kapitány irodájából. Hello, a kapitány jelenleg nincs itt, de megkért, hogy szerezek információt egy mexikói kábítószeres csoportról és vezetőjükről, Vasco Valdezről. Hallottak valami feltűnőt mostanában? Történt valami különös, valami szokatlan mostanában? Aha, aha. Átvágták őket a 950 rongyal. Tudják esetleg, ki csinálta? Kérd tőle egy listát a nevekkel, akikkel kapcsolatban. Tudja mit, nyomozó? Hatalmas segítség lenne, ha felküldene egy listát azokról, akik kapcsolatban állhatnak Valdezzel. Igen, azonnal. Viszlát. 1/2 órán belül itt lesz a papír. Csak valaki Valdez csoportjából lophatta el a pénzt, aki tudott az ügyről. Valószínű. Ha én előbb oda tudok érni, és megelőzöm Aguilart... Marlén, te fantasztikus vagy. Örülök, hogy segíthetek. Lehet, hogy te leszel az új főnök. Akkor szerinted hogy üssük el az időt? Aguilar. Enrique Aguilar. Igen, Vasco Valdeznek dolgozik. Szabad! A Valdez csoport. Mit tudsz róluk? Vannak nevek is? Oké, kösz. Visszahívlak úgy 10 perc múlva. Hé, nem merj hozzá nyúlni. Jó, de mi ez? Fegyver. Egy fegyver, baromi jó, legalább 100-at lő. Persze, persze, na mit csináltatok? Találtatok valamit? Fantasztikus hírünk van, megoldottuk az ügyet. Igen, nevek? Itt lakik nem messze. Hadd halljam. Pénz beszél, bácsikám. Mm. Itt van. Oké, ez jó tipp, de erre nincs szüksége. Miért ne lenne? Csak, mert mi már tudjuk, hol lesz Aguilar. Van egy kis elintézni valója az egyik közeli utcában. És tudjuk, kiknek a házába megy. Helybéliek, 2 testvér. Már csak el kell kapnod, bácsika. Honnan tudjátok? Mert a környéken mindenki erről beszél. A haverjaink ismerik az ipséget. Sőt, már én is láttam őket errefelé. Kiváló munkát végeztünk. Megtalálod ezt a kettőt. Figyeld őket, és Aguilar a karjaidba sétál. Ja, még valami. Azt is tudjuk, hol találod őket. Ja. Csak 4-szer ennyibe kerül. Aha. Tudjátok, nagyot csalódtam most bennetek. Csak egy dolog érdekel benneteket, a pénz. Az ember azt hinné, szeretetből segítetek. Így most már partnerek is lehetünk. Csak 0,5%-ot kérünk. Hé, micsoda ötlet! Tényleg? Ó! Rendszeresebben kellene borotválkoznatok. Na, halljam. Cím. 2509 Workman utca. Valami művész lehet az űrge. Rendben. Na, kifelé. K-
Kezd beszélni. Valdez megbízta Aguilárt, hogy kapják el a két testvért, és szedje ki belőlük, hol lehet a lopott pénz. Keresse meg a lakásukat, és kutassa fel a pénz mostani helyét. Hol laknak a testvérek? 2509 Workman utca. Esküszöm, higgyen nekem, nem hazudok. Isten áldjon meg. Központ. Halló, rendőrség? Igen, miben segíthetek? Segítségre lenne szükségem. Egy férfi mutogatja magát a feleségemnek és a gyerekemnek. Undorító, teljesen meztelen. Megadná a címet? Igen. A cím 2509 Workman utca. Igen. Halló? Halló? Hello, Gomez. Hello, Kemenyber. Ez leesett az autódról. Kösz. Azért vagy itt, amiért gondolom? Attól függ, te miért vagy itt? Ez nem fontos. A lényeg az, hogy én voltam itt először. Szóval azt tudom tanácsolni, hogy lépj le. Szólnál, ha az orrod helyet cserélne a száddal? Nem jó ötlet. Ez a te bulid. Gyorsabban, kicsikém! Kopd el, te hülye! Mi a francot csinálsz? Tűnj az utamból! Kopd le! Ő az enyém! Ő az enyém, Gomez! Menj haza! Az enyém, amigo! Az enyém! Maradj le! Megjárod ezt, amigo! Meglátod! Én kapom előtt! Hogy te?
tetszik a kocsim hátulról, amigo? Mehetünk, kicsikém! Enyém leszel, nagy gonosz ember! Hé, Gomez! Eltűnél már végre! Nem szerzed meg az emberemet! Ez hogy tetszik? Teljesen elment az ecet! Ne csináld ezt! Maradj hátul, maradj hátul, hátul! Mi folyik itt, Earl? Ha? Mire a házhoz értem, ez a zsírpacni Gomez már rég ott trónolt a kapuban. Én azt hittem, ez egyedül a mi ügyünk. Nem egész. Csak félig. Csak félig? Nézd, egy egymillió dolláros óvadék kicsit túl soknak tűnt nekem. Gondoltam, kell egy partner. Remélem, nem gondolod, hogy osztozkodni fogok avval a nyápic alakkal, Ól? Ismered te egyáltalán? Persze, hogy ismerem. Egy kis tetű. Valami baseball játékos volt. Talán segítségedre lehet valahogy. Végre lehetőségem lenne nagy pénzt csinálni. Nem kérheted tőlem, hogy bárkivel is osztozkodjam, értetted? Egy hivatásos gyilkos kell elkapnod. És ez merőben más, mint amikor emigránsokat vagy tolvajokat kell ijeszgetned. Mit akarsz ebben? Tán sok pénz kerülne a zsebembe. Szóval osszam meg ebben a bohóccal. Felejtsd el! Kit kértem meg? Neked szóltam. Most mondtad, hogy neki is szóltál. Megkértem Olt, hogy Gomezt is avassa be. Persze, te is tudsz mindent. Végül valamelyikötök majd elkapja, és akkor mindannyian jól járunk. Nem, jobbat találtam ki. Győzzön az, aki a legjobb. Tehát nem vitás, én. 33-as jelentkez, vétel. A cím 2509 Workman utca. Gyilkosságról kaptunk jelentést. Amint megérkeztetek, jelentést kérek. Lassan, nem kell rohanni. Tudja valaki azonosítani? A szomszédok szerint két testvér lakott itt. Ez lehetett a fej közülük. Fantasztikus kiállítás ez a mostani. Sikerült a legszebb darabokat megszereznünk Miguel-től. Magának nem ez a véleménye? Rajongója vagyok az ifjú Miguelnek. Mi több, szeretnék interjút is készíteni vele. Egy spanyol újság számára. Maga biztos össze tudna hozni vele. Már több hónapja nem látta. Ismer valakit, aki tudja, hol van? Talán a bátyja. Már próbáltam, valahol külföldön van. Esetleg a volt felesége. Meg tudná adni a számát? Persze, egy pillanat. Meg is van. 555-16-95. Nagyszerű, köszönöm. Hello, Mrs. Miguel Faces-t keresem. Aha. Én egy gimnáziumi osztálytársa vagyok, és érettségi találkozót szervezünk, ezért hívtam. Valahol a közelben dolgozik? Aha. És ez hol van? Köszönöm. Nagyon köszönöm. Egy hölgyet keresek. Ann Cliffordnak hívják. Megmondaná, ki keresi? Persze, Pedro Gomez vagyok.
Ő nem ismer. A volt férjéről szeretnék beszélni. Mindjárt szólok neki. Bocsánat, uram. Elnézést. Te? Mit keresel itt? Mindig ide járok. Imádom a salátáikat. Mit adhatok, uraim? Sört. Van Heineken, Löwenbräu, Budweiser, Guinness Világos, Guinness Barna, Pacific, Forster's, Light, Nelson, Bright, Kronenburg, és egy új afrikai különlegesség, a zebra. Elmondja még egyszer? Bud. Hello, Ann Clifford vagyok. Valaki keresett. Igen, én. Miguel barátja vagyok. Szeretnék beszélni vele. Talán ön tudja, hol van. Mert a barátom tartozik neki $200. Igen, lerobbant a kocsim, és ő adott kölcsön. Ha nem fizetem ki, soha többé nem fog velem szóba állni. A rendőrségtől vannak? Nem, a galériából ismerem. Igazán? Komolyan, ő is festő, nagyon tehetséges. Nézzék, tulajdonképpen mit akarnak? Én tartozom neki, tényleg. 3 lepedővel. Ezt egy kicsit nehéz elképzelnem. Hé, tudod mit? Miért nem hagyod itt most a pénzt? Ő majd továbbítja Miguelnek. Talán jobb, ha ezt mi intézzük el, nem gondolod, Gomez? A maguk ügye, nekem dolgom van. Hé, maga a szakács? Nem, az üzletvezető. Remélem, ízlik a sör. Tartozom neki. Micsoda hülyeség. Igen, mégis belementél. Nem igaz. De igaz. Ez nekünk nem fog menni. Te meg én. Ebben igazad van. Egyikünknek menni kell. Neked. Rendben van. Fizess ki. Nincs pénzem. Nekem sincs. Lássuk a szerencsét. Legyen. Te mondod. Te mondod. Fej! Ez fej, kiestél. Ez fej, én ezt mondtam. A francokat én mondtam fejet. Én mondtam előbb. Gyerünk a parkolóba. Csak utánad. A labdákat is. Tedd ki őket, ismerlek már. Micsoda könnyelműség. Ez hülyeség. Igen, igazad van. Gyerekes, felnőtt emberek vagyunk, másképp kellene... megoldanunk. Hozunk. Fele-fele. Rendben.
Csak látni akartalak. Hajnal 2-kor. Tudtam, hogy dolgozol. Milyen nagy már. Nézd ezt a pufi arcot. Micsoda gyönyörű, egészséges baba vagy. Hiányoztál. Gyere. Nem, Miguel. Ennek már vége. Ismersz engem. Optimista vagyok. Figyelj, ha van új képet, felrakhatjuk az étterembe. Miguel, két fickó volt bent az étteremben, és téged kerestek. Azt mondták, nem rendőrök, de nagyon úgy viselkedtek. Mit mondtál nekik? Az igazat, hogy nem tudom, hol vagy. Nagy bajban vagy, Miguel. Miről van szó? Jobb, ha nem tudod. Ne mondd ezt. Attól, hogy elváltunk, még a barátod vagyok. Tudom. Ezért vagyok itt. El kell mennem egy időre, ezt itt hagyom neked. A festményeimet egy raktárépületben hagytam, ezzel megszerezheted, ha szükséged lesz rájuk. Miért lenne szükségem? Soha nem tudhatod. Bármi történhet. Nagy baj van, ugye? Hát, nagy megoldódik. Egyedül csak ő számít. Nőj nagyra, kis ember. Élj okosabban, mint én teszem. Megtartatnám ezt? Persze. Olyan vidámnak tűnik ezen a kicsi. Miguel, mondd meg, mi baj van. Tényleg jobb, ha nem tudod. Csak azt sajnálom, hogy nem vagyunk már együtt. Krisz, tűnj el. Igen. A francba tartsd egy kicsit. Jó, hogy végre felveszed. Halló. Halló. Halló, nem gondolod, hogy túl korán van? Halló, őr. Ne viccelj. Hallott, mi? Mindjárt ott leszek is, megnézem, rendben. Igen, jó lesz, kellemes délelőttet. Helyszínelők, jelentkezzetek, itt a központ beszél. Pontosítsátok az áldozat adatait, folyamatos jelentést kérek. Hogy megy a munka? Minden rendben, Vétel? Semmi dolgod itt, keménybőr. Jobb, ha eltűnsz. Ne aggódj, Bill. Reggelt. Reggelt. Felhívtalak, de foglalt volt a vonal. Biztos én is pont akkor hívtalak. Biztos. Azért jó, hogy megérkeztél. Én is örülök. Ez hamar ment. Ja. Követte a bátyját, szépen fejbe lőtték. Ja, és ez a rohadék már biztos a határon túl van a zsebében a pénzzel. Fenéve. Igazán jól jött volna az a kis pénz. Nekem is. Nem megy jól mostanában. Nem kapsz elég munkát? Tudod te is. Apróságok, ittas vezetés, emigránsok. Semmi ehhez hasonló. Mm-hmm. Nagy kár, hogy szétment ez a parti. Ja, ez tényleg kár. Hmm.
Akkor... A viszontlátás. Igen, igen, akkor viszlát. Szia! Útban voltam hazafelé, és eszembe jutott, hogy meglátogatom Miguel volt feleségét. Igen, én is. Elég jóban voltak. Igen, talán tud is valamit. Fél 12-kor nyit. Majd később visszajövök. Na, tud valami érdekeset. Szólsz nekem is, ugye? Ez természetes. Kösz! Viszlát! Viszlát! Miguel barátja voltam, amíg meg nem kellett ölni. Hagyd ezt! Csak beszélgetni akarok. Elmesélem, hogy halt meg. Nem akarom tudni. Könyörgött és sírt, akár egy kutya. De elmondta, hova tette a pénzt. Milyen pénzt? Amit a dobozba tett és neked adott. Nem adott semmilyen dobozt. Ne, kérem, ne! Megöllek mindkettőtöket! Nem viccelek, tudhatod. Na, hozd a dobozt. A dobozt a képekkel. Kérem, Miguel festő volt. Adott valami papír, de... Hallgattasd el. Ki ez? Nem tudom. Hazafelé jutott eszembe ez az ötlet. Velem is ez történt. A telefonkönyvből nézted ki a címet. Igen. Valahogy így volt. Nincs itthon, mi? Attól tartok, nincs. Ne aggódj. Nekem van kulcsom. Ez nem lesz jó. Ezt hívják kulcsnak. Nyisd ki az ajtót azonnal. De vigyázz, mit beszélsz. Menjenek innen, vagy rendőrt hívok. Nézze, csak egy percre zavarnánk. Pár kérdés az egész. Most nem érek rá. Nem beszélhetünk, csak menjenek el. Vagy rendőrt hívok. De tényleg... Itt lehet valahol. Fegyvered? Ezt használom. Fantasztikus. Hey!
ez sem támad többé. Elszalasztottam. Nem én, a te hibád volt. Majdnem elkaptam. Vigyázz! Élsz még? Rendben vagy? Fel. Ő volt az. Ő volt. Jó napot! Újabban együtt dolgoztok? Igen is, nem is. Attól függ, hogy nézzük. Tetszeni fog önnek a dolog. Ki fogja elmondani? Kezd el te, én majd besegítek. Hát ez az egész egy hülye história. Keménybőr és én ráérősen sétálgattunk az utcán, amikor egy száguldó kék autó húzott el mellettünk. Mi megpróbáltuk követni, és akkor láttuk, hogy neki ment egy házfalának. Követték? Pontosan, de nem üldöztük. Azt se tudjuk, ki vezette. Ki lehetett? Le tudnák esetleg írni? Barna. Szőke. Barna. Szőke. Egy fekete fickó szőke hajjal. Könnyű megtalálni. Sőt, még egy különös dolog. Hatalmas fülbevalója volt, zöld színű. Egy igazi szépség. Hm? Mit csináltak arra felé? Sétálgattunk. Merre felé? Csak céltalanul mászkáltunk. Honnan jöttek? Sehonnan. Tudják, mit gondolok? Mit? Hogy maguk hazudnak, mint a vízfolyás. Nagy pénz van bennem. Mi, Denis? Denis? Mi? Ha nem tudja elkapni a fickót, ugrott a pénze, így van? Nem értem, miről beszélnek. Gondolom, még nem felejtette el, hogy mennek a dolgok a rendőrsége. Nem volt olyan régen, amikor még rendőr volt. Rendőr voltál? Hamar kirúgtak. Az ez más. Igaz. Na ne is lásson magukat, tűnjenek el! Kapitány, tehetne egy szívességet, és szálljon le rólam. Jegyzőkönyveze. De... mit? Fizetés a csirke ügyben. 5000 kemény dolláromba került a hülyeségetek a kinyírt csirke ügyben. Mivel a barátod beosztotja, sikeresen kivégzett egyet. Persze, a jó fiú most sem csinált semmit. Majd én elviszem a balhét, nem? Senki se fogja ezt kérni tőled. Szerinted van köze a fickónak a Miguel ügyhöz? Azt tudjuk, hogy Miguel ex-feleségét akarja. Igen, valószínűleg tud valamit a nő. A pénzről? Nem tudom, gondoltam, elbeszélgetek majd vele. Szóval éppen beszélgetni indulsz hozzá. Igen, és amíg én bele vagyok, te talán elmehetnél... Hé, várj egy percet, nehogy azt hitt, hogy egyedül mehetsz bárhová is. Hé, nem bízol meg bennem. Hé, dehogy is nem, de csak ha veled vagyok. Legalább most már együtt dolgoztak, fiúk. Menj a 27-esen a Workmanig. Oké. Okay. Nagyon is szó. Ja. Jó szaga van. Szereted a mexikói kaját? Igen. Tessék, kortold ezeket. Kösz, most nem. Negritos, nyugodtan eheted. Ja, persze nektek fehéreknek nincs hozzá gyomrotok. A negritos a mexikói étel jellegzetes fűszere. A nagyanyám termeszti. Na, hogy ízlik? Csípős. Csípős, mi? Pár perc múlva úgy fogod érezni, mintha egy hegesztő pisztollyal csókoloznál. Thank you.
Nem rossz. Igen. Csecsemőkorom óta ezt teszem. Gomez. Te sírsz? Dehogy is, csak nosztalgiázom. Úgy érzem, ismét gyerek vagyok. Nem. Kell egy kis idő, hogy élvezzem az ízét. Meg kell hagyni, amigo, jól bírod a paprikát. Mi? Ne aggódj, pár csepp víz rendbe teszi a lerobbant hangszalagokat. Találunk kutat a nőkertjében. Már nem vagyunk messze. Mi? Nincs messze. Fordulj be. Mi? Fordulj be. Mi? Azt mondtam, fordulj. Jó, jó. Fordulj be. Fordulok. Ugyan, kit érdekelnek a halak? Tudná használni? Egyszerű, meghúzom a ravaszt. Úgy értve, rá tudna előni valakire. Megölni biztos meg tudnám. Milyen kis kedves. Kész rágod? Kösz. Tehát, magyarázzon meg valamit. Miért nem szólt a rendőrségnek? Nos, majd én megmondom. Nála van a pénz, amit Miguel megfújt. És nem akarja, hogy a rendőrség, az FBI vagy bárki más rátegye a mocskos mancsát, igaz? Én fel akartam hívni a rendőrséget. Csak nem tudta a számukat. Nézze, M. Nekünk megmondhatja az igazat. Mindannyian egy követ fújunk. Hát persze, magukban aztán igazán megbízhatok. Éj, bennem bízhat. Én kizárólag Aguilárt akarom, benne van a pénzem. Nekem is. Higgy el, nagyon boldog lesz, ha mi előbb találjuk meg őt, mint ő magát. A pénz egy dobozban van a festményekkel együtt a múzeum raktárában. Miguel megkért, hogy hozzam el onnan. Aguilar megszerezhette maga. Nem, ez egy titkos hely. Akkor vissza fog jönni. Én megvárni fogom. Mi meg magával maradunk, mint testőrei, oké? Okay? Ja, nem leszünk az útjában. Én ringatom a kicsit, Keménybőr pedig remekül cserél pelenkát. A kicsi anyámnál van. Gondoltam, ott biztonságosabb. Jövök már. Igen. Kit kere? Hello. Oh! Na végre! Oh, hol van a telefon? Mit akar? Hol van a telefon? Hát itt van. Ne! Hívd fel a gyerek anyját! Hívd fel a gyerek anyját! Ne! Hívd fel a gyerek anyját! Drágám! Anya? Majd én beszélek. Hey, nálam van a gyereked. Szerezd meg a pénzt! Ne hívd a rendőrséget! Ha szólsz nekik, nagyon mérges leszek! Kus! Nem hallod? Kus legyen! Silenzio! Ronda vén banya! Túl nagy itt a zaj. Hé! Hey! Van egy telefon a San Diego-i vásárközpontban. A főbejáratnál. Menj oda 2 óra múlva. Ott foglak hívni. Oké? Okay? 2 órád van, értetted? Várjon! Mondtam, hello! Hogy ne szólj vele! Nem értesz? Most meg te.
A francba a rendőrséggel, hívja az FBI-t. Megkaphatja a pénzét, én a gyerekemet akarom. Ne legyen hülye, megöli magát is gyerekestül. Hívja a rendőrséget. De meg fog ölni, hogyha meglátja a rendőrséget. Mindezt mondja. Csak adják, hogy átgondoljam az egészet. Majd mi felhívjuk a rendőrséget. Ne! Csak adjanak egy percet, oké? Csak a múlt héten érkezett, már is szükség van rá. Igen, a férjem benne hagyott valamit véletlenül. Ez eléggé személyes dolog. Megnézhetném egyedül? Sajnálom, a szabályzat tiltja. De majd hátat fordítok. Kösz. Oké, már végeztem is. Köszönöm. A pillanat. Majd én visszapakolok. Köszönöm. Szép jó napot. Hogy találtok meg? Követtük. Nem volt nehéz. Pénz. Hú, rengeteg pénz. Igen, de maguk nem kapnak belőle. Hé, várjon! Gyerünk! Hé! Tűnjenek el! Húzódjon le, beszélnünk kell! Mindenhova követjük, ahova csak megy. Látni fogja magukat. Ez a lényeg a dolognak. Húzódjon le és beszéljük meg. Komolyabban vehetné az ügyet, hölgyem. Azt hiszi, nem veszem komolyan. Mit képzelnek maguk? Mindenhol ott vannak. Tűnjenek már el végre! Figyeljen ide, ha tetszik, ha nem, szüksége van ránk. Ez a fickó Aguilar nagyon-nagyon veszélyes. Nem képes felfogni. Először a gyereket, aztán magát öli meg. Segítségre van szüksége, és nem is akármilyenre. Mi csak meg akarjuk védeni magát. Nézze, van egy ötletünk. Bebújjunk a csomagtartóba, és a telefonfülke mellé fog parkolni. Így a közelben leszünk, és megvédhetjük. Mit gondol? Azt hiszem, nem sok választásom. Jól hiszi! Hagyja majd nyitva. Persze. Oké, óvatosan. Így jó lesz. Hé, hölgyem, bezárt minket. Jöjjön azonnal vissza. Figyelj, hogy hibát követel. Engedjen ki. Engedjen ki. Úristen, ez az autó volt, ez aki még soha nem is ült benne, ő nem most lehetette volna. Fogd el ezt a belső autót, mi Mexikóban vettem. Én is, ha benyám lenne. Fogd el a szád! Én is, mi lesz? Fogd már be a szád! Nem is, mi lesz? Az eszedet használd. Ki kell innen... Te mit csináltál? Igazán nem akartam. Nem akartad? Ez szörnyű, Gomez. Ha valaki beszagol ide, hanyatt esik a bűztől? Tegnap nagyon fűszereset vacsoráztam. Ki kell jutnunk innen, levegőt kell vennem. Ne csináld, nem is olyan büdös, de kérlek! Ne csináld,
megültem! Tűnj az útból, nem érted? Tűnj onnan! Annyi erővel az árat is lelőhetted volna, te hülye! Mit beszélsz? Mind a két fülem csöng. Görény! Elvitte az autót a kurva! Nézd, de furcsa gyerekkel van. Figyelj, kis szőke! Mire lámodsz, Julio? Kelje te! Miért bőgsz, kis öreg? Mi bajod? Mondd meg! Na, gyere, nézzünk körül erre felé. Menjünk az automatához. Lehet, hogy innál valamit, nem? Mit szeretsz? Szőlőlevet? Nézd! Így működik. Eljegyek! Már meg is van. Nézd csak! Itt van, így áll. Így áll. Üdítő, így ad csak. Gyere, üljünk le. Na, most már maradj csak. Na, ez lett? Jobb már? Megvan. A szatyorban van, igaz? Lát engem? Igen. És ne feledd, a gyerek nálam van. Ha rendőrt látok, golyót röpítek a fejébe. Kérem, mindent megteszek, amit mond, csak mit csináljak most? Mondja meg. Oké, rendben. Ő az enyém. Hé, adja békén! Nem bántom őt, de édes. De talán mégsem kellene üdítővel itatni. Túl fiatal hozzá. Hasmenést okozhat. Te jobb lenne. Kíváncsi boszorkány. Ó. Itt a telefon. Nézd csak, ott megy. Gyerünk az autóhoz! Rendben. Hé, gyerünk, mi lesz már? Indulj! Az országúton menj! Csak négy megálló van a határig. Gyorsíts, hogy elérjük még előtte. Gondolkozzunk kicsit. Tudod, mit akar Aguilar? A határra jutni. Valószínűleg ott akarja a cserét lebonyolítani a nagy tömegben. Nem láthatják meg a zsarukat.
Oda menjünk egyből? Húzzunk, mint a batlibát! Hé, nem tudok visszaadni! Tartsd meg! De ez 50-es! Tartsd meg! Egyedül vagy? Igen, egyedül. Ha nem vagy egyedül, megölöm a gyerekedet, érted? Esküszöm, hogy egyedül vagyok. Oké. Akkor figyelj. A mexikói oldalra megyünk. Szépen átsétálsz, és ott találkozunk. Többit majd ott. Hallom sírni a gyerekemet. Mert még él. Mexikóban. Ha információra van szüksége, a turista irodában minden kérdésre válaszol. Ez az? Megvan. Ez az? Igen. Vegye ezt biztonságos helyre. Kutya megtalálta. Kábítószeres pénz. Hogy megy a kihallgatás? Teljesen egyértelmű, hogy Aguilar keze van benne. Aguilar a koka király, Vasco Valdeznek dolgozik. Valdez? A központja Tijuanában van. Így van. Hatalmas apparátusa van, még a helyi rendőrségen is vannak emberei. Menjünk. Ennes Pete Stanton az FBI-tól. Az FBI-tól, örvendek. Jobb lett volna, ha előbb jelentkezik. Ó, higgy el, én is nagyon sajnálom. Mindent megpróbálunk, hogy segítsünk önnek. Sajnos, ha nem tudjuk Aguilart rávenni, hogy jöjjön vissza az államokba, csak a mexikói rendőrség segítségére hagyatkozhatunk. De ők segítenek, nem? Ők azt mondják, igen. De ezt máskor is ígérték már. De... Ez a fickó Valdez 15 éve sikeresen űzi ügyes bajos dolgait. Ez talán mond valamit önnek? A mexikói rendőröknek hatalmas családjaik vannak. Érti, ugye? Akkor csináljuk nélkülük. Valdez emberei biztosan akarják a pénzt, és akkor ide jönnek. Vigyék a pénzüket, én csak a fiamat akarom. A pénzzel ön nem rendelkezhet. Bebizonyosodott, hogy kábítószerügyből való. Mi? Nagyon szigorú törvények vannak ilyen esetben. Az FBI lefoglalta és nem adja ki a kezéből. Nem kapom vissza. Nincs választásunk. Ez a törvény.
A mexikói rendőrség nem fog segíteni. Az amerikaiaknak pedig nincs semmi joguk Mexikóban. A pénzt elvették. Senkiben sem bízhatok, csak talán magukban. Mondtak egy nevet. Valami kábítószeres főnök. Hogy hívják? Valdez. Vasco Valdez. Igen, ő Aguilar főnöke. Meg kell találnom ezt a fickót. Mexikóba megyek, és megtalálom. És aztán? Ez hülyeség. Tudja maga is, ugye? Nézze, ez a fickó kicsit túl nagy falat magának. Ezek ott nem viccelnek. Sok embere és fegyvere van, és tudja mit? Még embert is ölnek. Tudom, ezért is nem fogja gondolni, hogy utána megyünk. Sikerülhet. Persze, inkább legyen öngyilkos. Egyszerűbb, ha fejbe lövi magát, és sokkal gyorsabb is. Tehát nem segítenek? Nem ilyen módon. Hát, ennyit erről. Ennyit erről. Oké. Akkor egyedül megyek. Máskor is játszottál? Igen. Meglehetősen gyakran. És jól ment? Majd egyszer megmutatom. Egyelőre csak gyakorlok. Sajnos ez kint van. Sajnos ez bent van. Jó dobás volt. Tudod, elég ritkán hibázom el. Vajon mit fog kezdeni vele Valdez? Ja. Úgy látszik, ha egy nőnek ellopják a gyerekét, könnyen megbudjan. Ugyan, nem gondolod, hogy valami hülyeséget fog csinálni? Mire gondolsz? Nem tudom. Valami hülyeséget. Reméljük, nem. Lehet, hogy megölik. És majd egy árokban fogják megtalálni a testét. Angyák és kukacok fognak mászni azon a szép arcán. Biztosan össze is verik. Kicsavarják. És azok a gyönyörű kék szemek meredeznek a semmibe. A szép, hosszú szőke haja. Ha rá gondolok, hánynom kell. Tudod, mit fogunk csinálni? Mit? Az egyetlen helyes dolgot. Igen. Le fogjuk beszélni róla. Megpróbálunk az értelmére hatni. Maga nem akar az eszére hallgatni. Dehogy nem, csak az eszem nem azt mondja, amit maga. Egyáltalán beszélj nem azt. Vele! Én már megpróbáltam. Akkor nem csináltad valami jót. Te meg nem beszélsz túl jól angolul, pajta. Kíváncsi lennék, te hogy beszélsz spanyolul, amigo? Hülye mexikói! Sokat foglalkoztak ezekkel a fickókkal régebben is, de nem tudom is. Igen, ez egy rendes munkahely, és bejárnak dolgozni, ahogy maga is az étterembe. Van jó árujuk is, amit az amerikai városokba visznek el adni jó pénzért. Hogy jutnak át a határon? Jól ismerik a járást és az őröket is. Megérkeztünk. Nem látok semmi különöset. Ez a lényege, nem feltűnő, de hatalmas épület. Azt hallottam, kb. 500 kiló drogot visznek ki innen hetente. El tudjátok képzelni, mennyi pénz ez? Fú, őrök mindenfelé. Soha nem jutunk be. Lehetetlen. Meglátjuk. Majd kitalálunk valamit. Ott megy Valdez. Milyen büszkén lépked. Gondolják, hogy azok a testőrei? Neki majdnem mindenki a testőreit. Ez már máskor is sikerült. Gomez, de az egy kupleráj volt, nem egy főhadiszállás. Ugyanaz a metódus, itt működik majd. Honnan tudja maga? Elgondolkodott már, milyen rossz, ha az embert lelövik? Sikerülni fog. Nagyszerű az ötlet. Különben is. Most már teljesen mindegy. Tudod mit? Mit? Majd a végén kiderül. Emergencia! Tenemos una emergencia! Todo el personal abandona el edificio! Sería bien. Emergencia! Tenemos una emergencia! Todo el personal abandona el edificio! Repito, una emergencia!
velük te foglalkozz! Beszélnek önök angolul? Én igen. Nagyszerű, van maguknál egy csecsemő. Vissza akarjuk őt kapni. Cserébe a főnökükért. Ne feledkezz el a pénzről! Ó, igen, plusz másfél millió dollárt kérünk. 1.500.000 amerikai dollárt készpénzben. Kérem, ne próbálja megetetni velünk, hogy nem tud összeszedni ennyi pénzt. Tudjuk, hogy megy az üzletük. Kösz, ez még jól jöhet. Gyerünk! A város déli része felé indulunk. Ott megtalálhatnak. Fogja a rádiót. Muszáj volt pénzt is kérniük. Hé, csak nem gondolta, hogy ingyen csináljuk. Az életedbe fog kerülni. Téged nem kérdezett senki. Harapd a rongyot és kuss. Még a tévét sem tudom nyugodtan nézni. És kibírod, nem? Most még a telefon is. Peronínyo, ssss. Csinálj már valamit ebből a fattyúval. Szép? Mi van már megint? Peronínyo, szó! Ne hordíts már! Mindjárt ott leszek. Mi van? Készülj! Nem megyek. A gyereket akarják. Aludnia kell. Kus! Persze, hogy egész a püvölt. Öltöz! Hola, muchachos! Mi történik? Még két autó közeledik. Fegyvereik vannak. Miért gondolják, hogy sikerülni fog? Nézzen ide! Ez meg mi a fene? Csak egy játékpuska. Kér paprikát? Köszönöm. Pedig nagyon jók. Gomez nagyanyja termeszti őket. Így igaz. Megeszek 6-7-et, és mindjárt jobban érzem magam. Tudják, hiába lesz meg a gyerek, meg a pénz. Nem fognak tudni kijutni az országból. Dehogy nem. Maga velünk lesz. Pontosan, nem engedjük el magát, amíg át nem jutottunk a határon. Nagy hiba volt Aguilarra bíznom. Túl gyorsan húzza meg a ravaszt. És ellopni egy csecsemőt? Ezt soha nem bocsátom meg neki. Soha. Szabályosan tomboltam, mikor meghalottam. Tomboltam. Ezért meg fog fizetni. Újabb két autó. Oké, Gomez, szólják nekik. Hola, pléme! Prego, señor. Quiero dinero del niño. Si no teníamos que quiera. Quiero que traigo el dinero al niño y camera Aguilar solo. Megvan a gyerek és a pénz is. Mindjárt küldik Aguilar. Vamos. Már nincs sok hátra, is kezdődik. Tartsa a hátsóban a szemét. Minden rendben, senki sem mozdul. Tartsd az ülésen a sekked! Ora, kerengo! Kezdődik a só. Gyere körbe! Garengo! Valdez! Hullo, de Nero! Buenos dias, patron. Maradj nyugton a helyeden! Te meg vigyázz a pisztolyjal, ha nem akarod a gyereket eltalálni. Légy átkozott az életben, te elvetemült fattyú! Te mérges vagy, barátom. Igen, mérges vagyok. Csinálj mindent úgy, ahogy mondják. Aztán tűnj el a szemem elől. Nagy hibát követtél el. Többé már nincs patrónom, aki parancsolna. Nagy kár. Pedig jó tervet eszeltem ki. A mi tervünk nagyon megfelel. Na. Látod, Señor Valdez már nem támogat engem többé. Tehát nyugdíjba kell mennem. És ez nekem, ez kell dinero. Értitek, amigos? Dinero! Nem értettétek? Na, túl bonyolult? Jól figyeljetek, mindjárt világos lesz. Gyerünk a kocsiba!
Mordál el a Petrone! Mordál el a Petrone! Mit mond? Azt mondja, hogy mi öltük meg Valdezt! Mi a baj vele? Nem működik. Azt látom, hogy nem működik, de mi a baja? Nem tudom. Szétlődjük a fejünket. Nincs elég energia. Talán valamelyik húzza a lazal. Azt hiszem, eltaláltam valamit. Ezek ők! Menjünk! Gyorsan! Kapni. Ezen dolgozom, lőd a keretét. Leráztam őket. Óvatosan! Könyörgök, Istenem! Dobjátok el a fegyvereket, vagy lelövöm! Meg akarjátok ölni a gyereket? Dobjátok el! Mi lesz? Dobd el! Viheti a gyerekét, nekem csak a pénz kell! Tegye le a fegyvert! Én megölöm! Nekem csak a pénz kell!
Jó dobás volt, öreg. Mondtam, hogy egyszer majd megmutatom. Hát megcsináltuk. Jó meló volt. Jó, bizony. Most már megmondhatom, hogy az elején nem bíztam benned. De ez már a múlté. Nem ment volna nélküled. Nos, jobb, ha tudod, hogy nélküled sem. Jó srác vagy. Nem is tudom, hogy hogy köszönjem meg. Maguk nagyszerű fickók. Elnézést. Úgy hallom, dolgom van. Elég későre jár már. Nálad mennyi az idő? 11:20. Ha, hogy elment az idő? Ja, tényleg. Ó, apropó, a kabátod a nappaliban van. Igen, csak... én úgy gondoltam, nem megyek még. Ó, még nem? Nem. Tudod, Ann szeretne beszélgetni velem. Ő mondta? Igen. A szemeivel. Hogy érted, hogy a szemeivel? Hát nem láttad, hogy nézett rám. Nem, mivel általában engem nézett. Talán mert tudatni próbálta veled, hogy menj el. Dehogy is, mesztelen rebetkőztetett a szemeivel. Figyelj, már régebben elmondta nekem, hogy nem szereti a mexikóiakat. Azért ment hozzá egyhez? Nem, azért vált el tőle. Egy mexikói tudja, hogy elégítse ki kedvese igényeit, ha érted, mire gondolok. Én tudom, mit akar. És szándékozom megadni neki. Nézd, elmondom érthetően, oké? A nő az enyém. Ő engem akar, én meg őt. Te nem illesz a képbe. Szóval miért nem is sétálni egyet? Csak utánad, Gavácsó. Nem probléma. John! Micsoda meglepetés! Hello! Minden rendben van? Jól vagyok. Gyere az ágyba. Én is szeretnék, de most nem lehet. Vendégeim vannak. Kik? Csak két jó barátom. Gyere, bemutatlak nekik. Ahogy már megmondtam, az elején kételkedtem benned. De ahhoz képest, hogy nem mexikói vagy, jó srác vagy. Én is el tudlak viselni téged. Beülünk egy sörre? Miért ne? Meg ehetünk is olyan kis... Negritoszt? Negritoszt. Hát tényleg szereted? Igen. Akkor menjünk. Magyar hangok. Szakácsi Sándor, Berzsenyi Zoltán, Hegyi Barbara, Jáki Béla, Kisfalusi Bálint, Pató István, Verebély Iván, Sáfár Anikó, Tanai Bella, Faragó József, Bolba Tamás, Szokol Péter, Szalai Imre, Malcsiner Péter, Orosz István, Szvetkó Sándor, Kis József, Teszári László, Volmut István, Barbinek Péter, Tejzi Gyula. Magyar szöveg Treiber Gabriella, hangmérnök Rozonyi Gábor, gyártásvezető Őrs Erzsébet, szinkronrendező Nikodém Zsigmond. A szinkron a Video 2000 Kft. Megbízásából a Channel One BT videó stúdiójában készül. As long as we can live in harmony, I can't be.
right then. Oh, yeah. So I can show you how your mommy.